Vedd babot, meg csirkelevest. Mi kell még az életben? Oh-oh, beszrult ide a kocsi. Ne! Ne! Valami nem jó, srácok. Nem megy jól a bút. Minusz 18! Csődbe megyek! Mióta a tutticsúst csináljuk Kingával, tanuljuk, hogy hogyan működnek a boltok. Mind a kis sarki bolttól, a közepes minimarktig, az óriási, globális hálózattal rendelkező multikig. Nem egyszerű, higgyétek el, nem egyszerű, kettő nem ezzel foglalkozó embernek, Kingának és nekem ezt a saját termünket bejuttatni egy multinacionális céghez. Nem tudjátok elképzelni, hogy hány hónap, év munka van abba, hogy ez a termék elérhető legyen ennyi boltpolcán. Rengeteget foglalkozunk vele, de ez a videó nem erről szól, hanem arról, hogy a Robloxon már boltot is nyithatok. Na, amire ki akartam térni, hogy először is sziasztok srácok, üdvözöllek titeket, itt állam. Nem ebben a videóban szeretném nektek elmagyarázni, hogy amúgy a boltok mennyi százalékot vesznek le egy termék eladásából, hanem ebben a videóban azt akarom nektek megmutatni, hogy hát a Robloxban már boltunk is lehet. Nem vicc, dédelgetett álmunk, hogy nyitunk egy saját bolthálózatot. Ez csak ilyen álom, egyáltalán nem lesz valóság, szerintem soha. De ha már a Robloxban van rá lehetőség, akkor nézzük is meg a Retail Tycoon 2-t. Amúgy tényleg, srácok, nem tudjátok elhinni, hogy mennyi, nem csak az, hogy szabálynak bevizsgálástól kezdve mindennek kell megfelelni, hanem mennyit kell velük tárgyalni, és mennyi probléma jön fel közbe, és igazából egy csettintéssel tönkretehetik az egész vállalkozásodat, ugye ők akkora nagyok. Úgyhogy, na, kezdjük is el. Mentés slot, a boltnak az lesz a neve, hogy Tutti Store. Tutti Shop, olyan úgy is van. Ja igen, a Tutti Shopon elérhetőek a Tutti Juice-os pólók, nagyon sokan szerettétek volna, rettenetesen király áron meg tudtuk nektek oldani. Oké, ez lesz az én bótomnak a helye, és kérem a tutóriát, jó? Gyorsan végsem a tutóriát. Álljönnek is a bótba, várjál már. Gyorsan végsem a tutóriát, és találkozunk. Szóval most el kell vezetnem a járgányt oda. Szóval annyit csináltam ideig, srácok, hogy letettem polcot. Úristen, hogy beszóltam az árokba. Letettem, öcsém is, a fa meg van csinálva, a bokor nem, de a fa igen. Letettem a polcokat a boltomba, letettem egy cash registert, azaz pénztárgépet, és most ugye kell áru értelemszerűen, úgyhogy el kell mennem. Úgy látszik nem működik a kiszállítás, a logisztikájuk még ilyen érdekesen működik. El kell mennem a driving dogba, de várjál már. Öcsém, ez ilyen messze van? Jó van. Nagyon szép lila autóm van, nem én választottam a színét. Ja, ott van a loading dog, oké. Itt a nagy. Mibe borultam fel? Pedig tök jól megvan csinálva a játék. Itt vagyunk a nagy kerbe. Jaj, de hogy enyém a lila szín. Tolassak? Betalatok, figyelj. Take the attendant. Oké, oda kell. Jalapot kívánok! Szeretnék vás! De ki van gyúrva mondjuk, annyi hallod? Oké, innen vásárolhatunk olyan dolgokat, amiket majd eladhatunk. Oké, canned food. Hurrá! Konzervkaja. Ennyi féle van, és ott van, hogy melyik polcra mennek, hogyan. Oké, király. Vegyünk párat. 300 dolog fér a truckba, itt azt írja. Oké, és itt tudom, hogy mennyit, mennyire vettek. Oké, meg is vagyunk, vettünk 100 canned foodot. Be van töltve? Hát én nem látom. Remélem ott van. Ja, be kell loadolni. Azért volt, mert nincs ott semmi. Load the truck. Király. Hát ez a való életben nem így működik. Drive back to the store. Oké. Okay. És hát vissza is záródott, nagyon király. Ugye, hogyha akartok, hogy a videó közben mondhatok pár információt, hogy ez például a Tutti Juice-oknál hogyan működik. Ugye egy raklapon 2880 darab Tutti Juice van, és egy raklap súlya az 821 kiló. Egy full truck load, azaz egy teljes kamion, nem nyerges, egy rendes kamionra 28 darab raklap fér el, azaz 80640 darab Tutti Juice. Így van, azt így nem nagyon lehet ilyen kiskocsiba, és nem így pakolják be, nem ugye értelemszerűen targoncával, mivel 821 kiló egyetlen egy darab. Itt kipakolódnak, kidobáljuk szó szerint. Oké, nyissuk meg a shelf option-t, és akkor filter, restock. Vagy a shelf-re rá kell. Oké, canned food. És akkor a restockra rámegyek. Én nem, az csak így. Select. Jó, hogy ki tudom veszni, hogy hova. Figyelj, hogy feltölti. Hát csak cashiert, azaz eladót kéne felvenni. Oké, vegyünk fel eladót. Hogy kell eladót felvenni? De rendesen meg van csinálva, tök érdekes. 200-ért tudjuk felvenni, nagyon szép banna hajó. Már működik is a store-om. Ja, igen. Srácok, Robloxban is elérhető a nagyon menő Tutti Juice-os póló. Ez az egyetlen is eredeti. Majd leteszek egy linket a leírásba, be tudjátok szerezni, mint látjátok a karakteremen. Hát nagyon menő, idáig a boltunkba állunk babot, amikor jókat lehet fingani, meg árulunk csirkelevest. Isteni csirkelevest árulunk, de én még kitennék, mert a polcokra, még vennék polcot, mert még van cuccunk. Várjál. Build menü, polc, és még ide még bőven elfér egy polc. Sőt, így tudom, ha ide teszem, az úgy nagyon, igaz? Nem találta, amit keres.
Mert mit kerestél, ha? Azt mond már meg. Jó, várjál, nem ez, még szoknom kell, sorry. Stock shelves. Ja, már nincsen canned foodom. Öcsém. Hát akkor el kell mennem. Én nem is értem, miért csak ennyi mindent vásároltunk. Szevasztok! Milyen boldogan jönnek be, igaz, egymás várnak? Milyen csirkeleveszeltek, jó napot kérnek, segíthetek? A bab milyen bab? Finom, zsenge bab. Nagyon élvezi. Mégis, csirkeleves vagy bab legyen? Ezen gondolkozik, mi legyen a vacsi, csirke vagy bab? Tessék már választani, a cashierünk nagyon vár. Nem talált meg mindent, amit szeretett volna, pedig vett babot meg csirkelevest. Mi kell még az életben? Megyek a loading dockba kajáért, jó? Mert mármint, hogy nem kajáért, hanem cuccért. Nem tudok leugratni? I mean, why not? Oké, ez a rövidebb út. Tökélet. Oh-oh, beszrult ide a kocsi. Ne! Várjál, kitolom. Ne, please! Please, beszarult a kocsi! Aha, jó, oké, megvan, most már csak ülj be. És akkor itt visszamegyünk. Gyorsabb ez, higgyétek el. Hát így nem, de majd a normálisan le tudok esni. Sokkal normálisan, és figyelj, közben jön a pénz, mert ugye dolgozik a cashier, nagyon jó. Jó napot kívánok, jöttem a raktárhoz. Magas raktár, megyek vás. Na, mit vegyünk még? Hideg kaja. Azt nem le, azt milk. Aha, várjál, hűha. Ezeket fel tudjuk tenni. Baked goods, tökéletes. Vegyünk 20-at. Loading dock 80 liter. Az tele van, vagy mi? Na mindegy, mindjárt meglátjuk. Meg tudunk venni zöldséget, gyümölcsöt. Egyiket se lehet olyanba, amibe nekünk van. Még vegyünk ilyen toást, meg ilyeneket. És akkor veszünk neki polcot. Jó. Meg ennek is, ennek ilyen izékkel. Ilyet is vegyünk, fruit. Meg vegetable-t is vegyünk. 260 liter. Oké, okay. Load truck. Babababam. Teletöltöttük. Na jó, kár, hogy felfele nincs az út. Amúgy ez tök is aranyos, chilles játék, nem? Jó meg van csinálva. Kicsit a fizika érdekes, de Robloxos. Ez egy jobbféle Tycoon. Tehát nem az a tipikus Tycoon, hogy odaállok a lapra és akkor beidéződik. Ez egy jól megcsinált, ez egy tök jó. Egy kis ingyenes játék, meg főleg, mert ugye ezek mind ingyenesek. Vannak nagyon-nagyon király, mert tudjátok, van az, hogy így rász a lapra és akkor megy a futószalagon a cuccot, de ez rendesen meg van csinálva. Olyas, mint a Restaurant Tycoon, meg az Arcade Simulator, stb. Né. Szépen beparkolunk, unload, kihaingáljuk a cuccokat. Na, és akkor kell nekünk két újfajta polc. Az egyik az ilyen volt, arra emlékszem. Legyenek itt a zöldségek, gyümölcsök. Meg kell a tejtermékeknek. Hú, ez elég nagy. Hú, van, már nem találtatok meg mindent, amit kerestetek, hát sajnálom. Jó, ez lesz itt a tejtermék, és amúgy mindjárt tele is van a bót, ezt ide bele lehet tenni. Toás. Oké, árulunk toást. Oda zöldséggyümölcs. Egyikbe lesz alma, másikba lesz körte. És akkor nincsen zöldségnek. Na mindegy, ide még fér. Oda nem lehet. Ott már van valami, nincs ott semmi. Ja, nincs elég pénzem. Az király. Kicsit bevásároltam, azt nincsen pénzem, ez itt ciki. Na várjál, a zöldség az már ki van rakva. Olyan kell, ami ebbe fér. Fruit és vegetable. Akkor várjál, a vegetable, a lettuce át kéne pakolnunk ide. Nem lettuce, akkor ezt ide. Ez nem is tudom mi, ez krupli. Nagyon sok minden kellene, és nincsen pénzem. Valami nem jó, srácok. Nem megy jól a bút. Tessék már venni gyümölcsöt, az egészséges. Minusz 18! Csődbe megyek! Csődbe megy a bótom! Nézed, vegyél tohást, kérlek! Vegyél tohást! Jó, vett almát! 22, ez az! Úristen, 3000-ből indultam, drága a bolt fenntartása, biztos, hogy nagyon drága. Nem lehet, hogy én állok be? 24 dollára van. Nem akarnak jönni emberek? Kéne még ide parkolót csináltatni, vagy mi van? Hát ez nagyon nem jó. Hova mész? Itt a bót. Hogy rosszul van berakva. Oké, fantasztikó. Kintről nézelődik. Remélem sikerült valamit venned azért. Hogy rendezem át a boltot? De hogy tudom átváltoztatni, hogy mi hol van? Move. Oké. És hogy nézi? Mit vegyek? Bentről kell. Na, tessék venni dolgokat, már 114-ben vagyok. Jó van, jó lesz ez. Megoldom. Na! Srácok, kék lett az autóm. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha szeretnétek ebből a folytatást, és van tippetek, trükkötök, hogy nem menjen csődbe a boltom, akkor azt a komment szekcióba várom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hanem ti vagytok a legeslegjobbak, és ne felejtjétek el, a tutti juice legyen veletek. Sziasztok!